Az előző részben lefúrtunk a föld mélyébe, megközelítettük a gyémántokat, így most már belátható távolságra került az, hogy varázsolhassunk. Varázsolni? Lehet a Minecraftban varázsolni? Hogy kell ezt elképzelni? Abrakadabra! Varázsolni sajnos nem lehet, de bűbályokat készíthetünk és erősíthetjük velük a tárgyainkat. Szükségünk lesz egy bűbájolóasztalra, amit 4 obszidiánból, 2 gyémántból és 1 könyvből fogunk lekraftolni. Hogy maximális hatékonysággal működhessen, kell nekünk 15 darab könyvespolc, szükségünk lesz ezekhez 46 könyvre, az obszidián bányászathoz gyémántcsákányra, a bőrszerzéshez tehenekre, a papírhoz pedig cukornádra. Úgyhogy ezeket fogjuk ebben a részben összegyűjteni. Kezdjük a cukornáddal, aminek közvetlen vízforrásra van szüksége, ezért tó vagy folyóparton érdemes keresni. Gyűjtsünk be egy párat és otthon fogjuk termeszteni. Célszerű egy végtelen vízforrást készíteni magunknak, kiásunk egy 1x3-as részt, mindkét oldalára lerakunk egy-egy vízforrást és középről bármennyit kivehetünk innentől. Ha kitaláltuk, hol szeretnénk termeszteni a cukornádat, akkor ássunk egy árkot a vízforrásoknak, töltsük fel az árkot a végtelen vízforrás trükkel, most már ültethetővé válik a cukornád mellette, és fedjük el utána az árkot felső féldeszkákkal. Ezt a cukornád farmot fogjuk bővíteni, most pedig készítsük elő a helyet a teheneknek. A tehenek etetéséhez jól jön, ha nem kell szaladgálnunk utánuk, ezért építsünk egy kerítést, ide fogjuk őket bezárni. A Minecraftban az állatok elkezdenek minket követni, ha a kedvenc eledelükkel a kezünkben masírozunk. A tehenek pedig a búzát szeretik, úgyhogy innen a domboldalból ezzel a trükkel el is viszem őket az új lakhelyükre. Gyertek csak, gyertek, tehénkék! A menet végére kiderült, hogy más is szereti a búzát. Ennek a kerítésnek ne építsünk kaput, nehogy véletlenül kinyissuk és kiszabadulhassanak. Ha becsaltuk őket, egy óvatlan pillanatban vegyük ki a kezünkből a búzát, elbizonytalanodnak és nem fognak kiszökni, amíg visszaépítjük a kerítést. Közben megnőttek a cukornádak, úgyhogy bővítem a farmot. A teheneket 5 percenként lehet etetni, és amíg várok az újabb etetésre, illetve hogy megnőjön a cukornád, addig 5 blokkra szélesítem a bánya lejáratot, hogy ne verjük be a fejünket, és megkezdem a lefúrást a mínusz 59-es szintre a gyémántokhoz. Érdemes arra odafigyelni, hogy a különböző csákányok különböző nyersanyagok kibányászására alkalmasak. Fa és aranycsákánya például csak követ, mélypalát, kvarcot és szenet tudunk bányászni. Kőcsákánnyal már vasat, rezet és lapiszlazulitot is tudunk. Legalább vascsákányra lesz szükségünk akkor, hogyha aranyat, redstone-t, smaragdot vagy gyémántot szeretnénk bányászni. És a 2 csúcskategóriás csákányunk, a gyémánt és a netherite, amivel még akár ősi törmeléket is bányászhatunk. Amíg ezt elmondtam, le is értem a bánya aljára. Az alattam lévő kibányázhatatlan bedrock blokkok a mínusz 60-as szinttől kezdődnek, emiatt érdemes egyel felette a mínusz 59-esen, vagy még egyel felette a mínusz 58-as szinten keresni a gyémántokat. Itt is kialakítottam egy kicsi kivilágított részt, és mielőtt belevágnánk a bányászásba, mit szólnátok hozzá, ha kipróbálnánk, mennyi ideig tart 3-szoros sebességgel feljutni innen a felszínre? Rajt! Nem semmi. Tehenek megetetve jöhet a... Hát ez meg... Úgy tűnik, hogy felfedték a... rejtek helyünket. Nem engedhetjük meg, hogy elvigyék a hírt. Felkészültem a harcra, támadás! A rossz ómen hatást pedig tehintellyel tudjuk elmulasztani, egyelőre nem szeretnénk raidet. Itt az ideje, hogy megszámláljuk a tehénkéket, picit már sokan vannak és lehet, hogy nem kényelmes nekik ez a hely, akire rámutatok az lépjen hátra. Így né, köszönöm. 46 bőrre volt szükségünk, de a számlálás közben 53-at találtam. Klassz, nem?
és nem sérült meg egy tehén sem. Mehetünk gyémántért. Már jó ideje kutatok gyémánt után, de sehol sem... Belefutottunk egy deep dark biomba. Akkor először lopakodva... Aztán... Futás! Azt hiszem, inkább ezen az oldalon próbálkozom. De itt is csak lávát találtam. Nézzük meg akkor mondjuk... Itt. Megvan! Ott a gyémánt! Vajon hány darab? Összesen csak 2 darab volt, szükségünk van még 3-ra. Ezeket addig bent hagyom. Na hát, itt egy újabb adag pedig, itt vagyok csak a szomszédban. És ahogy körbeástam, ezt nézzétek meg, 6 darab. Még tovább ásva 12 darab gyémánt egy helyen. Kibányászom innen ezt a 2-t, a 12-es kupacból pedig 3-at, akkor meg is lesz a 3 a gyémánt csákányunkhoz és a 2 a varázslóasztalhoz. Megvannak a gyémántok, készítsük el a gyémánt csákányt. Ugyanúgy készül, mint az összes többi csákány, a megfelelő nyersanyagot beillesztve. Meg is van a gyémánt csákányunk. Sztéket ki a sütőből és futás obszidiánért. Ha vizet öntünk a lávára, akkor obszidiánnál változik, és ki is tudjuk ütni utána. 4-re van szükségünk. Ez persze eltart egy darabig. A few moments later. Hoppá, egy picit megcsúszott a vége. 5 lett, maradhat. És ha már itt vagyunk, akkor hoznék egy kis cseresznyefát is. A következő részben XP farmot építünk, amihez szeretnék majd cseresznyefát is használni. Gyűjtöttem jó sok fát, gondoskodtam arról, hogy visszaültessem a csemetéket, és azzal a lendülettel, hogy érkeztünk, fussunk is haza. Szerintem nagyon szépen mutatna, hogyha ezeket a cseresznyefa csemetéket ideültetném. Gyűjtsünk még egy kis cukornádat, és jöhet a bűbájolás. Cukornádból papírt gyártunk, bőrből és papírokból pedig a könyveket. El is készült 45. Most pedig jöhetnek a könyves polcok. Az 1.20-ban kijött egy újfajta könyvespolc, a faragott könyvespolc. Ez könyvek nélkül készül, a hagyományos könyvespolc pedig könyvekkel. Le is gyártam őket, hogy lássátok a különbséget. Egymás mellett pedig így néznek ki. A bűbájoláshoz továbbra is csak a hagyományos könyvespolc használható, a faragott könyvespolc nem. Az egy díszítő elem lett a játékban. Ebbe könyveket pakolhatunk és ki is vehetjük. Vagy akár teljesen fel is tölthetjük. Ha szétütjük, nem kapunk vissza belőle semmit. Ez összhangban van azzal, hogy ha a hagyományos könyvespolcot ütjük szét, akkor is csak a könyveket kapjuk vissza belőle. De most már elég hosszasan csigáztalak titeket, jöhet a varázslóasztal. A készítését már jól ismeritek a rész elejéről. 4 obszidián, 2 gyémánt, és egy könyv. Kész is a varázslóasztal. Készítsük el hozzá a 15 könyvespolcot, és a varázslóasztal végleges helye majd az XP farm mellett lesz, átmenetileg itt helyezem el. Szükséges egy olyan hely, ahol 2 blokk távolságban nincs más blokk. Itt elhelyezve a varázslóasztalt, körbe kell építenünk könyvespolcokkal úgy, hogy pontosan 1 blokk maradjon ki. Ez kell ahhoz, hogy esélyünk legyen a legerősebb varázslatokra. 34-es szintűek vagyunk, és a legerősebb varázslathoz 30-as szint kell. És az, hogy mi a költsége a varázslásnak pedig itt látható. Törhetetlenség 3-at ajánl, de van rá esély, kapunk mellé mást is, igen,
Szerencse 2-t és hatékonyság 3-at kaptunk még mellé. Ez majdnem tökéletes, de én szerencse 3-at szeretnék. Szerencse nélkül fixen egy gyémánt pottyan egy gyémánt blokkból. Szerencse 2-vel viszont 1, 2 vagy akár 3 is pottyanhat egy gyémánt blokkból. Tegyük próbára a szerencsénket, 3 gyémántra van szükségünk. És meg is kaptam a maximális bónuszt, a 2-t. Szuper, ebből akkor legyártunk egy újabb gyémánt csákányt. És újra próbáljuk a bűvölést, hát ha meg lesz a szerencse 3, és akkor már akár plusz 3 bónuszt is kaphatunk egy bányászásra. 31-es szintűek vagyunk, úgyhogy még ezt ki tudjuk fizetni, és pontosan ugyanazt kaptam, mint az előzőnél. Ez a mostani helyzetben azért nagyszerű, mert a Minecraftban két tárgy összekovácsolható, és hogyha van rajta még két nem teljesen felfejlesztett bűbáj, amik megegyeznek, akkor egyel erősebbé válnak. Jelen esetben a két szerencse 2-ből egy szerencse 3-at fogunk kovácsolni. A kovácsoláshoz szükségünk lesz egy üllőre, az üllőt pedig 3 vasblokkból és 4 vasrútból készítjük el. Az üllőt elhelyezem mondjuk ide, a két gyémántcsákány a plusz jel két oldalára kerül, de próbáljuk ki úgy is, hogy megcseréljük őket, és amelyik az olcsóbb, azt válasszuk. A 28 szintünkből 22 szint fogja bánni ezt a kovácsolást, de megéri. Készítsük is el. Ez már egy nagyon jó kis csákány lett. És a nagy gyémánt bányászat előtt azért érdemes a szerencse 3-as csákányt elkészíteni, mert a gyémántok ritkák és ezzel a bónusszal sokkal több bányászható. Szerencse 3-mal 0, 1, 2 vagy 3 bónuszt kaphatunk, így átlagosan 10 gyémánt blokkból 25 gyémántra számíthatunk. Bányásszuk is ki azt a 8-at, amit még lent hagytunk a bányában. Ha a 8-ra rátesszük ezt a 2,5-szeres szorzót, akkor 20 gyémántra számítok ebből a 8-ból, ha ennél többet kapunk, akkor szerencsénk volt, ha kevesebbet, akkor pedig bal szerencsénk. Lássunk is hozzá! Összesen 3 bónuszt kaptunk a 8 gyémántnál. Amekkora szerencsénk volt ezzel a 12-es blokkal, akkora pehünk volt most a kibányászásukkal. Viszont nekem az egyik kedvencem a játék elején a frissen elkészült szerencse 3-as gyémántcsárkánnyal. Sokat bányászni, mutatom is, hogy miket találtam. Ismét egy 8-as blokk, 20 gyémántra számítok. Tizenhat lett, mint egy átlagos szerencse 2-es bányászat. Megvan a következő, ezt is körbeásom. Ez egy 3 blokkos részlet, 7 vagy 8 darab gyémántra számítok. Ez viszont 10 lett, átlag fölötti. És egy újabb találat, nézzük hány darab. 4 darab. Itt viszont 10-re számítok. Nyolc lett. Ez is szerencse 2-nek felel meg. Ezzel el is érkeztünk ennek a résznek a végére. Összegyűjtöttem nektek egy kupacba azokat a nyersanyagokat, amiket sikerült még itt a szerencse 3-mal és az előző részben is kibányászni. Az látszik, hogy már kezdjük kinőni a kezdőhelyünket. Ami nem is nagy baj, mert ha elkészül az XP farmunk és az összes gyémánt felszerelésünket ellátjuk bűbájjal, akkor kezdődhetnek a kalandozások. A szomszédaink kedvéért azonban még valamit meg kell tennem, hogy legközelebb kétszer is meggondolják, mielőtt meglátogatnak. Találkozunk holnap az XP farm építéskor. Sziasztok!